mondok egy kis pletykát, ha hagynak rá időt. Egy férj egy pesti házban megcsókolt egy kis nőt. Az előzmények, kérem, ki nem nyomozható, de tény, hogy fertáj 3 percig tartott az a csó. S hogy azután mi történt, azt eltitkolom én, hisz én voltam a férfi, és most jön a poén. Még példa nélkül áll az eset szörnyen feltűnő, mert kérem, saját feleségem volt az a kis nő. Ez a nagy város, csuda kis város, mert a nőknek, főleg időseknek esze azon jár, hogy a szomszéd úr, meg a szomszéd lány néha süttyomban a kis lakásban vajon mit csinál. Ez a történet már a ház száján, mint a csacska kedvű kicsi fecske ide-oda száll, és a házmester súgja jó kedvvel, hogy a földszint kettes lakótársunk tegnap mit csinált. Elmondok egy kis pletykát, ha hagynak rá időt, egy férj egy pesti házban megcsókolt egy kis nő. Az előzmények, kérem, ki nem nyomozható, de tény, hogy fertáj 3 percig tartott az a csók. S hogy azután mi történt, azt eltitkolom én, hisz én voltam a férfi, és most jön a poén. Még példa nélkül áll az eset szörnyen feltűnő, mert kérem, saját feleségem volt az a kis nő.